Már február közepétől elkezdte küldeni a Nemzeti Adó és Vámhivatal az autósok részére a gépjárműadóval kapcsolatos értesítéseket, határozatokat. Fontos, hogy mindez folyamatosan zajlik, vagyis ha valaki még nem kapta meg ezt az iratot, akkor sem kell megijedni. Határozatot az kap, akinek a tavalyihoz képest változott a gépjárműadója, akinek nem változott a gépjárműadója, ő emlékeztető értesítést kap. Az adóhivatal egyébként elektronikusan küldi ki az iratokat mindenkinek, aki elektronikus elérhetőséggel rendelkezik. Aki nem rendelkezik elektronikus elérhetőséggel, például ügyfélkapuval, ő postán kapja majd meg az iratokat. A gépjárműadót két részletben kell megfizetni, a NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlára. Az első részletet március 15-ig, a másodikat pedig szeptember 15-ig kell befizetni. Amennyiben valaki ezt banki átutalással intézi, akkor a közlemény rovatban mindenképpen írja be az adóazonosító jelet vagy az adószámot. Legegyszerűbben a gépjárműadót a NAV mobil applikációban lehet befizetni, illetve a NAV ügyfélportálján keresztül. Akiknek kötelező ugye a bankszámlanyítás, nekik átutalással kell rendezniük a befizetést, akik nem kötelezettek bankszámlanyításra, ők a gépjárműadót befizethetik banki átutalással, a NAV mobil applikációján keresztül, de akár csekken is. Csekk telefonon a NAV infovonalán a 1819-es számon, a 3-as menüpontban vagy online igényelhető. Amit még szeretnénk kérni, hogy ha van kérdés a gépjárműadóval kapcsolatban, vagy reagálni szeretnének a kiküldött értesítésre, határozatra, akkor ne az igazgatóság központi e-mail címére küldjék a levelet, hiszen az odaérkező beadványokat, kérelmeket, leveleket a beazonosíthatóság hiánya miatt nem tudjuk elfogadni. Erre szolgál a NAV honlapján megtalálható e-papír alkalmazás, illetve postai úton is be lehet küldeni a levelet az adóhatósághoz.